A községi képviselőtestület 20. ülésén a képviselők megszavazták a Velebiti helyi közösség területén az önkéntes járulék bevezetéséről szóló népszavazás kiírását. A velebitiek december 1-e és 7-e között szavazhatnak arról, hogy 10 évre, 2015 és 2024 között hozzájárulnak-e így módon a település fejlesztéséhez. A 10 év alatt befolyó mintegy 17 millió dinárt elsősorban a középítmények és közterületek fenntartására, a helyi közösség működtetésére és a társadalmi tevékenységek támogatására fordítanák, tájékoztatta a testületet Miodrag Gyákovics, a helyi közösség titkára. A községi költségvetés idei negyedik módosítását Domonkos Tibor főosztályvezető terjesztette a képviselők elé. A mostani módosítással 5,7%-kal csökken a büdzsé, így most 895 millió dinár tesz ki. A bevételek az év első 9 hónapjában mintegy 54%-ban valósultak meg. Amelyek bevételi szinten változtak, és amelyet változtatnunk kellett a megvalósuláshoz képest, azok elsősorban a munkabérek utáni adó, ez 10 millió dinárral csökkent. Csökkent a földadó azért, mert átkerült egy másik kategóriába, és ez csak egy gazdasági kategóriát képez a költségvetésen belül. Csökkentek az önkéntes hozzájárulások, vagy jelöléknek az összmegvalósult bevételének a szintjei is, azért, mert a legtöbb helyi közösségben ugye nincs helyi járulék, vagy csak a felében van, és ezekhez képest a bevételek is alacsonyabban valósulnak meg, míg növekedett a magánszemélyek vagyonadója, mivel most beletartozik a földadó is. Ami változik még a különböző általású tartományból, ezek a folyatlanásokra vonatkoztatva csökkentek, tervezett értékként, de megvalósulásban is, míg a kapitális vagy tőke általások a tartományból pedig növekedtek. Növekedett valamennyire a kamatbevétel, az ásványi nyersanyag után elszámolandó térítmény az viszont csökkent 240 millióra 210 millióra. Mezőgazdasági terület bérbeadásában befolyt eszközök, ugye az állami felületek bérbeadásából szintén csökkenő tendenciát mutat. A módosított költségvetésben a nagy beruházások is kisebbek lettek. Nagy beruházásokként a pedagógus továbbképző központ épületének beruházásának befejezését említhetjük, ugye ezek már megvalósult beruházások, a népkert rendezése, az autóbuszpályaudvar első fázisa, a különböző IPA projektumok előfinanszírozása, a horgosi művelődési ház befejezése, a ravatalozó Horgoson, a szennyvízcsatorna építésének önrésze, Magyar Kanizsán a buszállomásnál a parkoló, kerékpárút és egyéb a közvilágítás fejlesztése, a középiskolában a központi fűtés befejezése és az adományi helyi közösségnél a vízhálózat helyreállításának önrésze, amelyre tartományi eszközöket kaptak. Az ülés legvitatottabb része a Brandner Hulladékgazdálkodási Kft. Által benyújtott díjszabás módosítás volt. A társaság áremelést kért a testülettől, amit az eltelt 2 évben az üzemanyag és villanyáram drágulással magyaráztak. Az Ukrok frakciójának és a Válasz utat állampolgárok csoportjának 2-2 tagja a szavazás idejére elhagyta az ülést, így a bentmaradt képviselők szavazattöbbséggel megszavazták a díjszabás módosítását. A háztartások minden tagja ezentúl 133,5 dinárt fizet szemételszállítás címén, havonta adó nélkül. A köz- és oktatási intézmények számára a szemétdíj nem változik. Napirenden szerepelt még a Kommunalac kommunális szolgáltató közvállalat szolgáltatásairól szóló módosítás is. Voltak éppen csak a gyepmesteri szolgálat esetében történt árváltozás, hallottuk a közvállalat igazgatójától. Az állati tetemek benyűjtése tulajdonképpen minden állatra vonatkozik, tehát minden haszonállat, ami szarvasmarha tehén, tehát ami a község területén van. Tudni kell, hogy egy ilyen sajátos módon, hogy az állatok elhullanak, vannak elhullási arányok, ezt az állatorvosnak kell bejelentenie, az állattartónak, az állatorvos tulajdonképpen megállapítja a tetemnek az elhalálozását, hogy milyen betegség, vagy járvány, vagy mitől hullott el. Utána történik egy bejelentés hozzánk a kommunális vállalatba. Mi nyári időszakban 12 órán belül el kell szállítsuk ezt az állati tetemet, télen 24 órán belül. És elszállítjuk azokba a gyárakba, amelyek általmantanítást végző gyárakban. Vajdaság területén 2 ilyen gyárban
ezek a tetemek az egyes kategóriába tartoznak. Ez van Zomborba, illetve Indián, és ide szállítsuk el őket. A kommunálatszal kapcsolatban a testület jóváhagyta még a kollektív szerződést is, amely rendezi a vállalatvezetés és a szakszervezet viszonyát. Ez a szerződés már az új munkatörvénnyel összhangban készült el, mondta Pálfi Ervin igazgató. A képviselők megszavazták a községi idegenforgalmi szervezet megbízott igazgatójának, Bodnár Ivetnek a felmentését, akit 6 hónapra nevezett ki a testület. Mint ismeretes, idén december 31-ével bezárólag megszűnik ez a szervezet. Az alapfokú zeneiskola 2013-2014-es tanévről szóló munkajelentését és az aktuális 2014-2015-ös tanévre szóló munkatervét egyhangulag elfogadták a képviselők. Pálfi Ervint, a helyi foglalkoztatási tanács elnökét felmentette tisztségéből a képviselőtestület, helyére pedig Vojislav Zrnić magyar kanizsai lakost nevezték ki. A 20. ülés iskolaszéki tagok felmentésével és újak kinevezésével, valamint képviselői kérdésekkel, indítványokkal zárult.